Sziasztok, én Klobi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy Shrekkes horror játékkal fogunk játszani, amit ti ajánlottatok nekem. Innen is köszönöm szépen. El is indítottam, és akkor szerintem fel is veszem a fülest, és fedezzük is fel, hogy mégis mi ez az egész, ugyanis kajakra semmit sem tudok róla. Miért egy hagyma a játékunknak az ikonja? Ez az egyetlen egy kérdésem idáig. Na de, van itt single player, és itt is hagyma van. Aha, most pedig mi már itt vagyunk az éjszaka közepén, méghozzá egy ilyen para erdőben, egy tó mellett. Fú, de érzékeny az irányítása. Az egeremen egy kicsikét lejjebb vettem az érzékenységet. Hát, hogyha így jobb lesz, és itt lesznek majd jumpscare-ek meg minden? Hát gondolom igen, szóval készüljünk fel szerintem teljesen. Aha, tudunk sprintelni, ugrani meg nem tudunk. De mivel tudunk sprintelni, van egy olyan érzésem, hogy majd bizony szaladnunk kell valami elől. De merre menjek én, haver? Fú, de nem látok semmit, nem lehet feljebb venni a fényerőt. Ott a túl oldalon ég valami. Megfulladunk most? Akkor nem lehet a vízbe menni, ugye? Ha-ho, próbálkozzunk meg akkor ezzel az egésszel még egyszer. Na majd most jó lesz. Errefele sem tudok menni. Amúgy ez nagyon szuper, hogyha már így az elején elakadok. De kajakra alig látok valamit. Ez itt a mi kis ösvényünk, nem? De itt meg már véget ér az ösvény. És itt már nincsenek kis növények, meg semmi. A vizen... Ja! Hát te ott van egy híd! Hát miért nem ezzel kezdted? Hogy nem vettem ezt észre? Hogy voltam ilyen vaksiz? És most... Kajakra csinált! Mi volt ez, haver? Ne ijeszteges! Kajakra hagymákat kell gyűjtenünk, és az ennek a játéknak a lényege. Hát jól van, gyűjtsünk akkor hagymákat. Mintha itt világított volna valami, nem? Na várjatok csak! Szóval ez a Shrekké? Miért van Shreknek egy hordója? Mi van ebben a hordóban? Jobb lehetséges nem tudnunk. Nagyon, de nagyon nem tetszik nekem ez az egész. Főleg azért, mert szerintem ismételten már eltévedünk itt lassan a végén. De az előbb láttunk valamit, ami világított. Méghozzá arrafele. Hát akkor menjünk errefele. Bízzátok csak ide. Robert felfedező meg is érkezett. Lángol itt valami. Nem kell senkit sem megmentenünk? Nem ég bent senki? Szerintem, hogyha ide bemennék, akkor meghalnánk instant. Próbáljuk azért ki, ne? Nem, már itt van a szamár! Szamár! Mi van veled? Főnök! Hát megmentelek! Gyere ide! Neki már teljesen mindegy. De ne csináljátok már ezt velem. Az egész gameplay csatornával teljesen tönkre tesszük a gyerekkorunkat. Hányadik mesét rontjuk már el? Nagyon sokadikat. Tudjátok, hogy mennyire bírtam régen a Shrekket? Most pedig végig kellett néznünk, ahogy Csóri szamár szétég. Na de várjatok csak, technikai gondok vannak ugyanis. Nem emlékszem már arra sem, hogy mégis merről. Jó,
jöttem be. Ja, hogy ott van Shrek! Hallom, hogy itt valami fura hang van. Te maradj ott, Shrek! De akkor nem mi vagyunk Shrekkel. Mi hagymákat gyűjtünk akkor neki. De ne kövessél már! Hát durvább ez, mint a Slendermanes játékunk. Csak itt bizony, Shrek elől kell menekülnünk. De hol vannak a hagymák? Kajak, nem látok semmit. Lejjebb veszem a fényeket. Nagyon, de nagyon remélem, hogy addig nem fogunk meghalni. És akkor hát, ha fogok valamit látni a sötétben. Jó? Élünk még? Fú, de még mennyire, hogy élünk? Így kell ezt csinálni. És mennyivel világosabb lett, így nem vakulok ki. Na, szuper. Hol van Shrek? Az előbb még itt volt. Látjátok, én mondtam, hogy nem véletlenül van sprint a játékban. Hát ott van. Na mizu, Shrek! Te bántani akarsz, mi? És ettől kéne félnünk, ugye? Mert most arcoskodok közben, meg már megijedtem egyszer a játéktól, nem is kicsit. Na! Ez itt egy újabb hagyma, nem? Ó, dehogy nem! Nem lehetséges, hogy most bizony Shrek elől vesszük el a hagymákat? Szóval akkor a hagymák valamilyen szinten világítanak, és így könnyű dolgunk van megtalálni őket, már amennyire ez könnyűnek számít, ugyanis bőven szívtam vele, hogy meglegyen az a kettő, oké? Szóval már még mindig itt ég. Na de hol van a harmadik hagymák? Meg mégis mi történik akkor, miután megtaláltuk az összeset? Ezeket kéne most kideríteni. Szóval barangoljunk is tovább az éjszaka közepén, az erdőben. Erre fele már nem tudok tovább menni. Mi ez a fura hang? Shrek megint? Ja! Itt jön Shrek! Szevasz, bajnok! Nem tudod, hogy hol van a többi hagyma? És milyen kis muzsikával jön? Ő nem szórakozik. Ő zenével üldöz minket. Hagyma! Lehetséges, hogy most full a másik irányba kéne elmennünk? Mint hogyha ott, a távolban láttam volna egy villanást. Aztán az is lehetséges, hogy én már csak oda képzelem. De kajakra? Hát hol a többi hagyma? Még meg kéne keresnünk egy csomót. Hagyma. De mivel ott látjuk Shrekket, lehetséges, hogy mégis az volt a jó irány. De nem látok itt semmilyen ösvényt, meg semmit. Pedig csak van valami kis apró jel, ami bizony megmutatja nekünk, hogy merre fele kell tovább haladni. Az ugye még mindig az égőház, ahol már voltunk. De várjatok csak! Ott is van a következő hagyma! Nem bújsz el előlünk, hát megtalálunk. Meg is van már 3 a 8-ból. Szerintem akkor nincsenek itt útvonalak meg semmi, hanem csak így random spónolnak a hagymák az erdőben. Ez miért lesz nekünk jó, ha megtaláljuk? Fel fog idegesíteni ez a játék, hogyha nem fogjuk megtalálni az összeset. Sőt, már most felidegesít, hogy ötletem sincs, hogy mégis hol van a következő hagymánk? De érted, mivel világítanak, csak kéne látnunk valamit. Mint az előbb arra fel láttam volna egy villanást, vagy nem? Vagy az full másod? Ott van! Mondtam én, úgy ismerem ezt az erdőt, mintha tenyerem lenne. Bízzátok csak ide. Shrek pedig még mindig mögöttünk van. Maradjon is szerintem ez így. Mármint jobb lenne, hogyha nem üldözne minket. De értitek, hogyha nincsen más választásunk, akkor nyugodtan üldözzön. Kezd elfogyni a türelmem, és el fogok követni egy merényletet saját magunk ellen a végén. És neki megyek a Shreknek, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy akkor mégis mi történik. És ott is van! Na! Csak keresni kell, és bizony
Meg lesznek. Shrek nagyon jön, de itt is van a kövi. Hát így kellett volna lennie eddig is. És így sorrendben kellett volna egymás előtt lenniük a hagymáknak, de nem, hanem össze-vissza rakták őket. Jó, kapjon el, nem érdekel. Úgyis már rázott a ideg, meg minden. Aha, és ennyi. Oké. Na jól van, amit ki lehetett, szerintem azt kihoztuk ebből a játékból. Nagyon, de nagyon remélem, hogy bejött nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A komment szekcióba pedig jöhetnek játék ajánlások. Hogyha még nem nyomtad volna be a csengőt, mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!